Köszöntöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. A mai témánk tibeti orvoslás, boxaterápia. Maradjanak velünk! Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, Farkas Attila, Maxner, jól mondom? Segíts, légy szíves! Maxner. Maxner, oké. Cégfejlesztő igazgatóját és ortomolekuláris medicina tanácsadója vagy. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Attila, 27 éve gyógyítasz. Hol kezdted? A gyógyítást egy orvossal kezdtem, igazából a hivatalos formáját, de az egészet megelőzte, amíg az ember elkezd emberekkel foglalkozni, sok minden tanulási folyamat. Főleg a felsőbbrendű énnel kapcsolatosan, hiszen ő az, aki mindent irányít és segít a mi kis életünkbe, és így módon kezdtem el magával a tibeti gyógyászattal és gyógymódokkal foglalkozni. Egy tibeti közösségnek a tagja vagyok, egy itthon lévő, de tibeti, ősi tibeti buddhista közösségnek a tagja, és ott például hatalmas tudásmennyiséget lehet fölhalmozni. Mondhatom azt, hogy az eredete a mai napig is a dolgoknak, amik problémákat okoznak nálunk, embereknél, az egészségi állapotunkban, a pszichés, mentális problémákban, ott már alapjáratban le vannak írva ezeknek az okai, és igazából a megoldásai is. A pszichés mentális problémára erre visszatérünk. Említetted az előbb azt, hogy a felsőbb én. Igen. Ez egy kicsit bővebben. Ugye a felsőbbrendű én, régebben is tartottam ezekről előadásokat, tanfolyamokat, az alapokat nem ismerik szerintem az emberek. Ugye a felsőbbrendű ént hívjuk úgy, mint Isten egy szikrája, az a lélek, aki beköltözik a testbe, amikor az ember megszületik, régebben ez máshogy volt, már fogantatás időszakában is működött, de mivel, hogy mindig minden változik ezen a bolygón, ez szintén visszatérek majd néha a utalásokkal a tibeti buddhizmusra is, mert ott is ez az alapja az egésznek, a változás, hogy meg két dolog biztos itt a Földön. Az egyik az, hogy aki itt megszületik erre a bolygóra, az meg is hal sajnos, a másik meg, hogy mindig minden változik. És ez a változás az, ami a felsőbbrendű énre is jellemző, a lélekre beköltözik, egy bizonyos feladatot hajt az emberrel végre, csak az emberek nem tudják, hogy vegyék föl vele a kapcsolatot, illetve hogy tartsák meg azt a kapcsolatot, amit gyerekkorban még működik 6-7 éves korig a gyerekeknél. Egy kicsit lesarkítom a dolgot. Hát legyen egy nagyon gonosz, rossz indulatú emberke, és ugye, ahogy mondod, hogy minden változik, lehet, hogy egy idővel ez megváltozik, és a lelke egy jó ember tud belőle csinálni? Lehet ezt így elképzelni? Abszolút így van, nagyon jó kérdés. A lélek az tiszta is marad, csak az adott energiák, az adott tudati dolgok és egónak a játékai, ami az embert körbeveszi, mert amikor megszületünk, többféle energiával születünk meg, többféle lénynek, negatív lénynek is az energiáival, és a hozott anyagával, meg többféle pozitív lénynek is a hozott anyagával, ezek bennünk vannak. És bizony a mai napig is vannak olyan esetek, hogy bármilyen hihetetlen egyik napról a másik napra az illetőnél, mint hogyha egy ilyen agymosás lett volna, gyökeresen megváltozik egy gonosz, rossz emberből, egy szeretetre méltó, éhes, odaadó ember válik. Lehet ez a fizikai testen is egy változást látni? A fizikai... Mondom, miért kérdezem, igen, így? Az egyik unoka testvérem egy gyönyörű kislánynak született. Okos, bájos, minden. És olyan 19-20 éves korában, amit most említettél, valami akkora óriási változás, és abban a szép kislányban hát csúnyácska lett, hogy finoman fogalmazzak, és gonosz. Tehát most ez tényleg ezt így tudja csinálni? Igen, a fizikai testen is látszanak, így van, hiszen szintén a tibeti buddhizmusnál a ma létező diagnosztikai módszerek, amik vannak, nyelvdiagnosztika, pulzusdiagnosztika, arcdiagnosztika, köröm, stb. Ugye az alapok onnan indultak, mert az arcon, az izomtónusokon, amit az idegrendszer produkál bennünk,
az mind-mind látszik, ugye az izomfeszültségek, feszülések, és itt jön utána hozzá a jóga, amivel föl lehet oldani oda-vissza ezt a blokkot az idegrendszerbe mozgással, és az idegrendszerből az izomra lehet hatni, és sajnos igen, de viszont pozitív irányba is lehet változni ugyanígy. Az ember olyan energiák, olyan magas rezgés számokkal telítődik valamilyen módszer által, mert sok módszer létezik, csak mindenkinek meg kell találni, melyik az, amelyik hozzátartozik, melyik az, amelyiket elfogadja, akár születésétől fogva, és nem biztos, hogy most erről az életről beszélünk, mert mindenkinek megvan a csatlakozási pontja. És hogyha ezeket a pozitív energiákat be tudja fogadni, mert elfogadja először a tudat, meg föl kell emelni a tudat szintünkre, hogy beszélünk alapjáratban a problémáról, onnantól kezdve elkezd változni a fizikai test is. Rengeteg-rengeteg kérdéssel készültem én, de maradjunk ezeknél az energiáknál, mert hogy ez nagyon érdekes téma. Tulajdonképpen ezek szerint a Föld maga, és ugye a rajta lévő emberek állandó változásba vesznek részt. Most pillanatilag milyen energiákat kap a Föld, vagy kapunk egyáltalán föntről, vagy valahonnan, vagy az univerzumból, vagy a közös nagy tudatból, vagy nevezzük Istennek, mindenki, amit akar. Kapunk-e valami más energiákat mostanában? Igen, ugye van ez a 12 000 éves periódus, amit a maja naptárban is számon tartottak és követtek, és rosszul értelmezték, hál' Istennek, mert világvégének vették. De ugye ez a 12 000 éves periódus, ez mindig is volt, 12 000 évente a bolygónk egy olyan, az univerzumban egy olyan helyet foglal el, ahol most olyan energiák érik a Földet. Ugye ezt többféleképp szokták mondani, egy biofoton öv, biofoton mező, ami egy olyan közeg, ami az emberi szervezetre, de az egész bolygóra egy olyan energiát bocsájt ki, egy magas rezgés számot. Tehát ezt Bovis egységgel szokták mérni, például tavaly évben nagyon nagyot ugrott a Földnek a Bovis egység száma, viszont az embereknek a rezgés száma, ez a Bovis egység, ez egy rezgés számot takar. Az embereknek viszont a rezgés száma nem nagyon emelkedett, és itt hozzájön az, hogy ezért is olyan fáradtak az emberek manapság. Értem. Én nagyon érdekes dologról tudok beszámolni neked, hogy idén többször előfordult az, hogy alig aludtam, nagyon kevés óraszámot, és reggel úgy keltem föl, mint egy atombomba, aki fel van töltődve, mentem előre, mint a gyorsvonat, nem éreztem. Hát mondjuk azt, hogy fiatal koromban fordult ez elő, hogy ugye végig szórakoztuk az éjszakát, és reggel halál volt, de ugye most nem szórakozom, hanem csak fekszem, de nem alszom, és most mégse fáradok el, tehát nem vagyok fáradt. Tudom, én a klienseimtől hallom, hogy fú, nem aludtam, olyan fáradt vagyok, hogy borzasztó. Most ő fáradt, én nem vagyok fáradt, most miért van ez? Igen, te vagy az egyik nagy kivétel ezek közül, mert neked nagyon jó antennáid vannak. A te szervezeted valószínű a múltad miatt is, ami jelenleg ugye az egész fizikai állapotot, mentális és pszichés állapotodat és a gyógyító képességeidet uralja. Ez arra utal, hogy te ezt a magas rezgés számot nem szokatlannak éled meg, hanem már régebben is valamilyen módon be tudtad fogni ezekhez a hasonló energiákhoz közöd volt. Nos, mit tudsz javasolni a tavaszi fáradtságra? Talán a moxaterápiát? A moxaterápia az olyan szinten működhet a tavaszi fáradtság ellen, hogy a tibeti moxaterápia is, azért emelem ki, mert a kínai az elterjedt, amiben 2000 pontot tartanak számon, amin kezelik az adott testfelületen. A tibetibe 4000 van, és azok között nagyon sok titkos, tehát akár pszichés, mentális problémákra. A tibeti az igazából az infracsatornákat használja, amit a nyugati orvoslásban még igazából annyira nem alkalmaznak. Bizonyos készülékek vannak, amik ezeket már stimulálják, vagy bizonyos tapaszok, amit a talpra kell felrakni, amikben turmalin kristály van, és az is az infrát tölti. Tehát a moksaterápia ilyen szinten működhet, hogy ott is az infracsatornákat lehet stimulálni. Értem. Milyen hatással lehet ezt tenni, és csak a fáradtságra hat, vagy egyéb betegségeket is lehet kezelni? Hát hisz 4000 pontról beszélsz, meglepődtem, mondom, Jézusom, hogy lehet megtanulni? Ugye mindig egyből arra gondolok, hogy de jó lenne megtanulni, hát 4000 pont, húha, ez nagyon sok.
Így van, az nagyon sok, de ezt úgy kell elképzelni, mint egy jó kis térképet. Mint hát régen, minden ilyet az a, ugye tudjuk, a kompresszúráspont is. Igen. Pontok megvoltak. Ugyanígy néz ki, pontosan meg van határozva, fejtetőtől kiindulva, az adott embernek az új méreteit kell figyelembe venni, és onnan lehet beméricskélni, hogy két ujnyira, egy ujnyira, hány ujnyira van lefelé, jobbra, balra az az adott pont, tehát így tökéletesen meg lehet találni. A másik része a kérdésedre, hogy igazából olyan dolgokat is lehet, nem csak a fáradtság ellen, hanem hangsúlyozom, tehát akár a pszichés és mentális problémákra, amit a tibeti gyógyászatban úgy hívnak, hogy provokáció alatt áll az ember. Tehát amikor nem ura önmagának, mint ahogy említetted a rokonságban lévő leányzót, hogy megváltozott és az egész kinézete és az egész személyisége és energiái, vannak olyan tényezők, hogy az ember nem tud saját maga lenni. Attila, 27 év az több, mint amit én föl tudok hozni, én csak 15 tudok főállásba felhozni. Mi az a problémakör, amivel téged inkább kerestek ez alatt a 27 év alatt, vagy lehet-e kiemelni egy témakört, vagy... Igen, ha így veszük, pontosan az, amikről most beszélünk, a pszichés és mentális zavarok, és az hat ugye a fizikai testre is. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az agyalapi mirigy tartalmaz minden olyan információt, ami a múltunkat is tartalmazza sejtrezgés szinten, és a jelenben is hatással van, és erre már vannak új különleges készülékek is, amik például konkrétan az agyalapi mirigyből hangterápiával, tehát a különböző szerveknek ugye megvannak a különböző rezgés tartományai, az egészséges rezgés tartományai, és van egy német származású kvantumfizikus professzor, aki hát ezt a céget ki lehet mondani, hogy NASA-t, tényleg a NASA-nak fejlesztette, mert manapság minden gép, ami bejön az országban, mind NASA fejlesztés, aminek ugye igazából a felese szokott igaz lenni, de például van ez az orvos, kvantumfizikus orvos, aki egy olyan készüléket állított elő, hogy ezeknek a szerveknek a rezgés tartományát hangá alakította, digitalizálta, és hangformában jut be a fülünkön keresztül, és úgy hat az agyalapi mirigyre, és ezen keresztül felgyorsítja a szervezetnek az öngyógyító mechanizmusát, és egy csomó problémát meg tud oldani. Tehát igen, rengeteg módon érdekes, rá. Érdekes, amit te beszélsz most, vagy mondasz, hogy az agyalapi mirigy megint a testünkben egy, hát mondjuk azt, hogy egy pici valami. Igen. Egy pici rész. Ugye ugyanilyen a mellékvese, az szintén egy nagyon pici valami, képes fájdalomcsillapítót termelni, hogy bizonyos esetekben, ha megütöd a bokádat, térdedet, sípcsontot, nem tudom, egy bizonyos idő után ugye az megszűnik, ha jól működik a mellékvese. Ha jól működik a hipotalamus, akkor ugye nyilvánvaló ezek az információk, ezek tárolódnak, vagy ki lehet belőle onnan szedni a régi negatív információkat. Mert ugye a jót mi vegyük ki, hát az rendben van, az maradjon ott. Mit lehet ezzel kezdeni? A kérdésedet most nem értem pontosan. Hát, kérlek szépen, ami el van tárolódva negatív vagy pozitív információ, ugye, mert azt mondtad, hogy hozhatjuk magunkkal ezt egy előző életből is. Tudjuk, a lélek nem hal meg mi ketten, de hát remélem a nézők is most már tudják, mert nagyon sokat beszéltünk erről, meg hát a haláltól se kell félni, mert ez nem félelmetes. Csak egy kicsit más, mint a pubertás, ennyi szerintem, hogy hagyj viccelődjek. Tehát, hogy ezeket az információkat ki lehet onnan töröltetni ezzel a hangterápiával, vagy lehet-e valamit kezdeni, hogy gondolom, hogy akkor a fizikai állapot még jobb lesz. Igen, mivel hogy ezek tartalmazzák a félelmeinket, rossz negatív információkat, amiket úgymond engramoknak hívunk, ezt például ezzel a készülékkel tökéletesen meg lehet oldani, erre fejlesztette a professzor, de más technikák is léteznek, akár ugye az emberi test is képes rá, tehát az úgynevezett kézrátételes gyógyítással, hogyha az ember természetesen tudja, hogy mit csinál, honnan van az energia, folyamatosan karban tartja saját magát, és ezt az energiapályát is tisztán tartja, akkor, de nem csak ezek a technikák léteznek, tehát nekem mindig az a véleményem, és így is alakítottam ki a 27 év alatt a saját dolgaimat, hogy mindig többet ismerjek meg még jobban, mert személyre szabottan kell
dolgozni mindenkivel az én véleményem szerint. Tehát nem vagyunk egyformák, mint hogy két egyforma új lenyomat se létezik. Hasonlóak lehetünk kinézetre, betegségtípusra, problémára, de az okai, hogy miből adódik, hogy tevődött az össze, meg a jelenlegi táplálkozási szokásaink, vagy életviteli szokásaink, ezek határozzák meg. És ezeket mind ki lehet iktatni. Igen, örülök, hogy azt mondtad, hogy az energiakezelés, mert ugyanis az életem első felében, miután egy gyógyító lettem, én ezt csináltam, de nem tanultam semmit. És most 6 évvel ezelőtt jött hozzám tanulni Siófokra egy kolléga, egy masszőr, és hát nyirokmasszást kellett tanulni, és mondja, hogy önem vetkőzik le, 4 nő. Hát én voltam egyedül pasi, ugye én tanítottam őket. Hát mondom, akkor hogy fogod megtanulni, vagy hogy érzed meg, hogy mit csinálnak rajtad? Hát gyere ki a folyosóra, kimegyek, fölhúzza a polóját, szőrös volt elől, hátul szintén. Hát tudom, ne szégyed már, hát 3 csaj van itt, mondom, nem fognak kigonyolni, én sem. Mondom, neked ugye akkor te soha nem voltál életedbe terhes, nem. Mondom, szeretné babát? Igen. Ugye minden suli után megkezeltem energiával. 6 hétig jártak, eltelik 2 hónap, azt mondja, küldje meg egy kis energiát, mert sokat dolgozok. Mondom, dehogy küldök neked. És akkor ez azt spontán mondja, egyébként megjön a baba. Mondom, mi van? Ennyi rövid kezelés, és az energiát, igen, csodákra képes az emberi szervezet, a test. Én mindig azt mondom, nem mi a test, mert a testbe történik meg a dolog. Igen, kellene ezt tovább népszerűsíteni, csinálni, mert ugye hát csak ne utaljak vissza arra, hogy Jézus ugyanezt tette, energiával gyógyított. Igen. No, mik a céljaid? Céljaim? Azért az a célom, ami mindenkinek, és amiért leszülettünk ide a Földre, hogy egészségesek, boldogok legyünk. És még egyet akartam mondani, de azért elmondom, meg se, hogy gazdagok. Mondja, mert időnk van. Hát figyelj, 3 héttel ezelőtt egy kolléganő kristályokat programozott arra, hogy a bőséget fogadja be a test. Hozzátartozik és működik az is állítólag. Igen. Tehát most én hiszem azt, hogyha az ember tudatilag elfogadja, hogy most én bőségben vagyok, akkor az a bőségbe fog hozzá jönni, mert ugye minden saját magunknak tudunk, igazolj vagy cáfolj, megteremteni. Így van, teremtő lények vagyunk. Az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mire képesek. Jó irányba. A rossz irányba lehet, hogy már, már tisztában vagyunk. Egy kicsit még beszéljünk a moxaterápiáról, a tavaszi fáradtságot félretéve. Mire igazán jó ez a terápiás módszer, és milyen sikereid voltak ebben? Mivel hogy olyan területet érintünk a moksa terápiával, ami az infracsatornákra vonatkozik, a sikerek, mint más gyógymódnál ugyanúgy nagyon hamar elérhetőek. Legyen az emésztőrendszeri zavarok, legyenek azok félelmek, hirtelen akartam mondani, bocsánat, pszichés zavarok alapján a mostani... Örömökre ugyanúgy hat szerintem, nem? Tehát a félelem akkor ott az ellenpárja az öröm, és hát a pszichés zavarok azok, igen, minden nap érnek bennünket, több 10 000 információ naponta. Hát most, hogyha azt mind eltároljuk, vagy elraktározzuk, azért zömmel elraktározzuk, nem kéne, akkor ebből ugye lehetnek pszichés zavarok, fáradtság, kimerültség, stb. Igen, depresszió és az összes többit, ilyet gyönyörűen lehet ezzel a módszerrel is kezelni. Én tanultam hasonlót szerintem, mert én a kínai tanultam. Mi ennek az alapja? Hogy történik egy ilyen kezelés? Először is a tibeti gyógyászatban egy növényt használnak, a havasi gyopárt. Az ugye jelenleg tiltott növény. Azért használták ezt, mert ennek van egy olyan infratartománya, ami az emberi szervezetnek hasznos. Helyette a fekete üröm van most soron, mert azt nyugodtan lehet használni, és ennek is többféle módja van. Van egy ilyen kis pálcikaszerű kis eszköz, amivel a fejen lehet használni, hiszen ott meggyújtjuk ezt a növényt, ami össze van sodorva, és egy hatalmas hőt ad le, és az adott infracsatornára, mint az akupunktúrás pontra, oda kell adni a kezelést, és ott lehet beindítani. Van egy másik módja, amikor a fekete ürömöt egy ilyen vattaszerű állapotban gyártják le, és abból pedig ilyen kis kupokat lehet csinálni, és a test felületére lehet rárakni, meggyújtani a kupocska végét,
és az szépen elkezd leégni a talpa felé, ugye, ami az emberi bőrön van a talpa, ami elég érdekes melegérzet. Kupok alatt nincsen a látért? Nincs, maximum kis vajat szoktak, vagy egy kis sót szoktak alárakni ilyeneket. Tehát akkor égeti a bőrt? Itthon, tehát itt a nyugati kultúrában nem úgy alkalmazzuk, nem hagyjuk, hogy beégesse a bőrbe, és az elején az emberek ugye nagyon furcsán érzékelik ezt az egészet. Amikor nem működik az adott infracsatorna pálya, amire rá van rakva, nem is érzik a hőt. Tehát nagyon furcsa dolog. Egy párszor meg kell csinálni, mire érzik azt, hogy egyáltalán valami történik. De itt nem úgy csináljuk, ahogy Tibetben, hogy vándorolnak, több héten keresztül, hogy elmenjenek a tibeti orvoshoz, az rárakja a kis kúpot, és beégeti teljesen a bőrbe, amíg egy seb nem keletkezik. Pattan egyet a bőr a nagy hőtől, lesz egy seb, hiszen utána ő megint megy két hétig, és utána még ugye nem fog visszagyalogolni megint két hétig a következő kezelése, addig azt a pontot, amíg be nem gyógyul, az a seb stimulálja. Itthon ez nem így megy, itthon addig, amíg pont el tudja viselni az illető, de nem égetjük meg a testfelületet, és gyorsan lekapjuk egy kis csipesszel. De hát ez nagyon érdekes, amit mondasz, most meglepődtem. Tulajdonképp ugye itt a távolságot veszi a gyógyító alapul, és akkor megjelöli? Megégettelek, az a pont. Na, azt ezzel ezt csinálod? És stimuláció történik, az immunrendszer folyamatosan oda összpontosít, mert ott történt valami. Ez nagyon érdekes. Igen, mi félünk ezektől a ilyenfajta beavatkozástól, és az immunrendszer, a test meg milyen jól reagál szerintem. Igen. Akkor. No, mondjál egy esetet, ami a szívedhöz közel állt. Tudom, hogy több tízezer van, egyet találj most gyorsan. Hű. Hát csak volt egy Mari néni, aki meggyógyult. Persze. Rengeteg, csak egyet. Igazából most a közelmúltban. Napi szinten vannak olyan események, de lehet, hogy ez nem a moxaterápiára vonatkozik legfőképp. Érdekes, teljesen minden. Hanem az új verzió, mondjuk a hangterápiás dologra, több éves fájdalmak múlnak el akár egy 10 vagy 15 perces kezelésre, ami az agyalapi mirigyből iktatja ki a életünkbe fölhalmozott félelmeket. És ez milyen tál? Tehát ez a réz tálakról beszélünk? Nem, vagy ez, nem, ez a készülék. Ez már egy modern technológiának a vívmánya. Aha. És akkor folyamatosan ezt a hangot hallja? Vagy pedig csak nem füllel hallja, hanem csak a agyon. Nem, fülmérik. Ez füllel van, tehát ez kifejezetten fülhallgató van, van benne kellemes zene, és nagyon furcsa zajok, számunkra furcsa zajok, és ezek oldják meg. És egyszerűen hihetetlen, hogy például ezzel 10-15 perc alatt fájdalmakat lehet megoldani. Érdekes, 10-15 amit éves fájdalmakat. Körülbelül 9-10 évvel ezelőtt a pályám kezdeténél egy hölgytől kaptam két CD-t. Az a címe neki, hogy ős hangok. De hogy most kimondtad a szót, hogy furcsa zajok, tulajdonképpen én meghallgattam többször ezt a két CD-t, és ilyen furcsa zajokat hallottam, miközben én a fellegekbe jártam, és arrébb tudtam volna húzni a Gellert helyett, mert olyan erőre kaptam. Igen. Lehet, hogy valami csodát kaptam, én azóta is őrzöm, nem csináltam vele semmit, többször fogom hallgatni. Így van, hiszen ugye a zene, a sámán dobolás, tehát ezek mind működő dolgok. Hát igen, a sámán dobolás. Érdekes, ugye én úgy tudom, ha jól tudom, hogy a kis hazánkban, az Alföldön van több ilyen szakkör, vagy dobosok, és hát egy alkalommal egy összejövetelük volt, én csak hallom, nem voltam, nem vettem részt rajta, összejövetel volt, és elkezdődött délelőtt az összejövetel, meg előadás, meg mit tudom, és befelhősödött. És megváltoztatták a programot, ugye nem konferálták fel az első előadót, hanem kiállt 20-25 dobos, és elkezdtek dobolni, meg énekelni. Lásd csodát, 15 perc múlva kisütött a nap, és hétrét sütött, és megtartották az előadásokat. Tehát lehet, hogy a doboknak ilyen rezgése is lehet? Hiszen szintén visszakanyarodunk a tibeti buddhizmushoz, ugye ebbe a dimenziósikban, amiben most beszélünk, ebbe a háromdimenziósba, itt rajtunk kívül még 8 lényosztály létezik, amit mi nem érzékelünk. Viszont náluk ez már le van írva név szerint, melyik lényosztály, hogy néznek ki, és hogy milyen betegségeket okozhatnak az embereknél. És nem látjuk? Nem látjuk. Akár itt is vannak? Tudatlanok vagyunk, így van. És vannak területi védelmezők. Tehát tudnak itt ezek zörögni, vagy valamit csinálni? Ezek a lények zörögni igazából nem tudnak. Fényt tudnak kibocsájtani? Nagy fényt? Fényt tudnak, tehát az ember képes érzékelni őket, csak arra is kellenek bizonyos
elsajátított technikák, tehát tisztítani bizonyos csatornákat magunkon belül, tudatilag is, hogy érzékeljük őket. És itt jön a sámán dob, és az adott területi védelmezőkkel ki lehet békülni. A szélnek is vannak angyalai, bizonyos lényei, és elképzelhető, hogy ezek a mély hangok, ezek hatással vannak rájuk. Hát érdekes, amit mondasz, én akkor ezek szerint találkoztam egy ilyennel. Hát majd legközelebb megfolytatjuk ezt, mert az érdekes terület, és látom, hogy nagyon értesz hozzá. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál. Én köszönöm a megtiszteltetést. Kedves nézőink, Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a kollégáim nevébe is. Egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Viszontlátásra!